100 éves az aradi Csíki Gergely Főgimnázium épülete, dokumentum és fotókiállítás, rajzpályázat, vetélkedők és egyéb rendezvények szerepelnek az egyhetes programban, amellyel az évfordulóra emlékeznek együtt a diákok, tanárok és a helyi magyarok. És itt például a harmadik osztályban Csíki Gergely neve is szerepel. Ez az iskolai évkönyv is látható az iskola történeti kiállításon. Az iskola könyvtár termében számos dokumentummal elevenítik fel az iskola épülete, valamint a magyar oktatás múltját. 1873-ig ugye a minorita rend kezében volt az aradi oktatás, és ha megnézzük, hogy milyen emberek kerültek ki a kezeik közül, ugye akár Csíki Gergely, akár Barabás Béla, akár voltak éppen az aradi akkori vezetőségnek, a politikai, kulturális, gazdasági vezetőségnek az elitje, a többsége, akkor ők mindenképpen jót munkát végeztek. A trianoni döntés nyomán az aradi magyar középfokú oktatás épület nélkül maradt. 1919-től 4 olyan tanév következett, amikor a diákok a város 5 különböző pontján tanultak. Az impériumváltás követően az első tanévben az akkori katolikus főgimnázium, mert ez lett a neve, több mint 1100 tanulóval rendelkezett, és ebben nem voltak benne csak a gimnáziumi, tehát az 5-től és 12-ig bezárólag lévő tanulók. Az aradi római katolikus egyházközség állt az ügy mellé, és 1923-ra adakozásból felépült a háromszintes iskolaépület, amely azóta is a fennmaradásért szüntelenül harcot vívó magyar oktatás szolgálatában áll. A centenárium előtt tisztelegnek az elemista kisdiákok kézműves alkotásai is, amelyeket a folyosón állítottak ki. Volt olyan, aki 100 magyar személyiség portréjából készített tablót az alkalomra. Nem bírom sorba, de tudom. Széchenyi István, Blaha Lujza, Benedek Elek, Csíki Gergely. A nagyobbaknak műveltségi versenyt is szerveznek az iskola 100 éves történetéről. Hétvégén pedig a nemzedékek találkozójára várják az iskola volt és jelenlegi diákjait.